Pakson a Városháza előtti térre várták a megemlékezőket az 1956-os emlékműhöz, ahol a helyi Vakbottyán gimnázium diákjai adtak műsort. Szabó Péter polgármester köszöntőjében kiemelte, szerencsésnek mondhatják magukat a paksiak, mert a városban éltek olyan emberek, akik 56-ban hősi halált haltak. Kolonics János és Cucor Antal életüket adták a forradalomért és a szabadságért, Tuba János, paksi nemzetőrparancsnok bátorságáért pedig 14 hónap börtönbüntetés járt. Ők mások mellett mind tanúi voltak annak, hogy szembe lehet szállni az embertelen rendszerrel és a megfélemlítéssel. Mert a félelemben tartás hosszú évtizedekre az emberek lelkébe költözött. Bonyhádon az iparos udvar előtti emléktáblánál tisztelektek a helyiek a szabadságharc hősei előtt. A jelenlevőknek Filoné Ferenc Ibolya város polgármestere mondott beszédet. 64 esztendővel ezelőtt az egész világ a rádió hullámain keresztül tudhatta meg, hogy Magyarországon kitört a forradalom. Az éteren keresztül értesülhetett a világ közvéleménye arról, hogy egy kis közép-európai nemzet fegyvert fogott a legyőzhetetlennek hit Szovjetunióval szemben, Dávid harcolt Góliát ellen. A völcségi városban ezt követően fáklyás felvonulás kezdődött, majd az emlékezők mécseseket helyeztek el az 56-os bonyhádi hősök sírjánál. Tolnán a helyi Szent István katolikus gimnázium diákjai készültek műsorral, a gyerekek a hősök terén versekkel idézték fel az októberi eseményeket. A műsort követően Horváth István országgyűlési képviselő mondott beszédet. Ő arról szólt, ez a nap nem csak a magyar történelembe vésődött be, hanem a világon mindenhol tudják, mi is történt Magyarországon 1956. október 23-án. Október 23-a a magyar történelemben ilyen kettősséggel van meg. Egy kicsit ilyenkor szomorkodunk, pedig az akkori fiatalok, az akkori forradalmárok, akkori átlagos magyar emberek, akik fellázadtak annak érdekében, hogy szabadon akarnak dönteni a sorsukról, ezt a napot igazi népünnepéként ünnepelték meg. Hiszen győzött az emberi tartás, győzött a bátorság és győzött az igazság. Az ünnepség zárásaként a város vezetői és az intézmények, valamint a helyi civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a hősök terén álló emlékművet. Bátaszéken a II. Géza gimnázium diákjainak műsorával vette kezdetét az október 23-ai program. Ezt követően a jelenlevők megkoszorúzták a Mansfeld Péter emlékszobrot, majd a polgármesteri hivatalnál Somosi Szabolcs alpolgármester mondott beszédet, melynek központi gondolata a szabadság megélése volt. Bozsolik Róbert polgármester az ünnep kapcsán arról beszélt, hogy a szabadság egy döntés, melyet mindenkinek magának kell meghoznia. Sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez nem szólt másról, mint egy idegen hatalom a szembeni ellenállásról. Pedig ennek a hatalomnak voltak magyarországi kiszolgálói is. És azt gondolom, hogy 56 kapcsán elsősorban azok az emberek ellen fordultak a magyarok, akik politikai érdekek mentén kiszolgálták ezt a rendszert. Bátaszéken az emlékműsor zárásaként a város vezetői és a helyi intézmények képviselői koszorúzták meg a polgármesteri hivatal falán található emléktáblát. Dombováron is diákok idézték fel az 1956-os eseményeket. A helyi I. és Gyula gimnázium diákjainak műsorát az intézmény vezetőjének, Szenyéri Zoltánnak a beszéde követte. Az iskolaigazgató úgy fogalmazott, 1956-ban az egész világnak leckét adtak bátorságból és hazaszeretetből a magyarok. Az akkori magyarok képesek voltak együtt, válvetve ugyanazokért a célokért küzdeni. Volt nemzeti minimum. Mindenki egyetértett az egyéni szabadságjogok minden hatóságával, a függetlenség axiómájával. A megemlékezés Dombováron a helyi 1956-os szobor megkoszorúzásával ért véget.